Sziasztok! Én vagyok a fél előadás, és tényleg csak az egy, azt az egy lépést. Jó. Nagyon röviden szeretnék beszélni arról, hogy amiről nem is biztos, hogy mindnyájan tudtok, hogy a Meetup mögött az Asimov alapítvány van. Tehát a pénzügyi adminisztratív részét azt mi végezzük, és az, amikor bejöttök és fizettek 1000 forintot, azt valamire elköltjük. Abszolút csak ennek a projektnek a céljából. Az Asimov Alapítvány nem csak a Meetup-val foglalkozik, hanem több különböző projekt hátterét biztosítja. Gyakorlatilag egy ilyen Asimov, egy ilyen adminisztratív felhőként. Itt most néhányat láttok belőle. Az egyik a Meetup, a járókelőnek a tavalyi évben adtunk adminisztratív hátteret, amikor még nem volt saját egyesületük. A Hackerspace nek szintén adunk támogatást, illetve az Átlátszónak van egy olyan projektje, ami az Asimov Alapítvánnyal közösen fut, ez az Átlátszó nagy projekt. Ez éppen most ez a 4 aktív projektünk van, ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk nyitottak más valamilyen az informatikával összekapcsolódó projekt hátterét biztosítani, tehát hogyha bárki úgy érzi, hogy van valami jó ötlete, de nincsen szervezet hozzá, akkor bátran forduljon hozzánk. És hogy mit is csinálunk azzal a sok pénzzel, amit ti ott beadtok minden hónapon. Itt van egy egyszerűsített egyenleg. Az első fele az az, hogy a tavalyi évet azt még úgy zártuk, hogy elég jó pozitívban voltunk, de ez az előző 3 év összes bevételének a maradéka volt. Most már kicsit rosszabbul áll a projekt, most 58 ezer forintotok van, amit szabadon el lehet költeni. Ennek az az oka egyébként, hogy kicsit kevesebben vagytok, mint korábban, tehát hogy mindenki hozzon még egy embert, aki nem hoz, de elfelejtett befizetni 1000 forintot a bejáratnál, az legközelebb fizesse be, meg kifelé is megpróbálhatja pótolni ezt. Tényleg az, hogy korábban 60 ezer forint gyűlt általában össze, 60-70 ezer forint alkalmanként, az elmúlt egy évben ez inkább 50 ezer forint alkalmanként, és a terembérlet az gyakorlatilag 50 ezer forintot elvisz egy-egy ilyen eseményen. Ezen kívül ugye van egy éves díja a Meetup.com-nak, ami kicsi-kicsi, de mégiscsak majdnem 20 ezer forint, és van egy adminisztrációs költség, amit biztosítunk háttérként. Tehát a könyvelés és az adminisztrációs hozzájárulás az alapítványhoz, mi szintén elvisz 30-35 ezer forintot évente. Ezen kívül azért, miután maradt egy kis plusz, ezért például most van egy kis műszaki javulás, tehát a lámpát azt az általatok biztosított támogatásból gyűjtöttük össze. Egyéb támogatás nem nagyon van, ugye a korábbi születésnapokra érkezett be céges támogatás, az alkalmanként, nem. Azt gondolom, hogy nem fontos az, hogy céges támogatás jöjjön ezekre a rendszeres alkalmakra. Az egy nagyon értékes dolog, hogy ti, mint egy közösség összeadjátok ezt a pénzt. Az Asimov Alapítványnak az a célja, hogy tényleg azt érezzétek, hogy ez a pénz ez erre a célra fordítódik. Hogyha ezzel kapcsolatban bárkiben kérdés van, akkor minden hónapban megnézheti, hogy hogy áll az egyenleg. A honlapon van egy üvegzseb menüpont, és ott pontosan lehet követni, ami történik. Úgyhogy ha azt látjátok, hogy fogy a pénz, akkor tényleg hívjatok még egy embert. Köszönöm.